Dicsértessék a Jézus Krisztus, mi vagyunk a Hadna család. Bemutatom nektek a család legkisebb tagját, ő itt Zora. Engem Pankának hívnak. Engem Kristófnak. Attila. És én vagyok Gabriella. Szeretettel köszöntünk benneteket ismételten. Regina nővér megkeresésére és felkérésére teszünk eleget. És az Imalánc családjainkért, családfáinkért ezzel kapcsolatosan szeretnénk tanúságot tenni, hogy milyen is a mi kapcsolatunk Istennel, hogyan éljük meg mindennapjainkban, hogyan próbálkozunk ráhagyatkozni. Először is én kezdeném. Gyerekként eléggé közeli kapcsolatom volt a Jóistennel, mint általában minden gyereknek, a tiszta szív gyümölcse. A gyerekkoromban szerzetesnek készültem, aztán a kamaszkoromban ez megváltozott, ez a nézet. Sajnos sok minden megjelent az én életemben, amely egyre távolabb és távolabb vitt a teremtő jóságos Istentől. Ennek ára is lett, a bűn zsoldja a halál, ezt tudjuk, és a bűnnek ára van, amelyet az ördög majd be is hajt. Ezáltal 25 évesen én megbetegedtem, pánikbeteg lettem. Ez az állapot több mint egy évet tartott, és a kiutat kezdetben több helyen kerestem a megoldást, orvosoknál, pszichológusoknál, de mindez mellett a Jóisten nem engedte el a kezemet, és Ábel Tiszti volt a lelki vezetőm, aki az ima hátteret szolgáltatta, és valamint Bajcsi Tibor, aki ugyancsak oroszlán részt vállalt ebben a történetben az imáival és az ima hátterével. Röviden még annyit fűznék hozzá, hogy a felszínes keresztény voltam, ami azt jelenti, hogy nagyon jól jellemző volt rám a langyosság, és az történt, hogy mikor Kristóf fiammal voltam várandós, akkor még mindig ebben a kusza állapotban voltam, és akkor tettem egy fogadalmat a Jóistennek, hogyha megsegít és kiszabadít ebből a helyzetből, akkor én ígérem neki, hogy egész életemben soha meg nem fogom tagadni őt. Ezért mondtunk igent erre a videóra is, habár nagyon méltatlannak érezzük magunkat, és kezdetben, amikor megkaptuk ezt a felkérést, akkor úgy kiáltottunk Istenhez, kiáltottam, hogy Uram, kicsik vagyunk mi ehhez, hogy ezt meglépjük. De aztán Isten szólt a szívembe, és azt mondta, hogy mindent kegyelemből kaptál, semmi se a te érdemed. És itt volt az a pont, amikor erőt kaptam, és nem gyöngeségeimet, bánataimat, bűneimet nyalogatva meghúzódtam, és ki akartam bújni a feladat alól, hanem bátorságot gyűjtve, és igenis megvalva Isten kegyelmét, mert mindent kegyelemből kaptunk a mi életünkbe, és ezt szeretnénk elmondani. Amikor visszatérve a betegségemre, a várandóság alatt ugye kértem Istent, hogyha megszabadítasz, akkor soha meg nem tagadlak téged, akkor az történt, hogy amíg nem lett élő kapcsolatom a teremtő, jóságos Istennel, addig csak egy köztes állapotban éltem, hol ide, hol oda csapódtam. De ahhoz, hogy élő kapcsolatom legyen, ahhoz élően és konkrétan meg kellett tapasztalnom Istent. És az úgy történt, hogy amikor megszületett a kisfiunk, akkor megegyeztük a férjemmel, hogy elsőútunk a templomba fog vezetni, hogy hálát adjunk gyermekünkért, hiszen tudtuk, hogy milyen állapoton keresztül mentünk végig, és a szülés se volt a legszebb, eléggé fájdalmas volt.
És amikor jöttünk kifele, akkor Tibor megkérdezte, hogy Gabriella, miért mész olyan félve? És válaszoltam neki, hogy mert fáj az átvágásom. Ekkor... Bocsánat. Ekkor föltette a kérdést, hogy megengedem, hogy imádkozzon, értem, és... Bocsánat. És akkor mondtuk, hogy... Hát persze. Én utólag sokszor elresteltem magamat, hogy még arra sem voltam képes, hogy megálljak, hanem ottan mentem az udvaron előre, és utólag mindig elszigyeltem magamat, hogy Isten jött velem találkozni, élő kapcsolatra hívott, és én még meg se álltam, és hányszor vagyunk így az életünkben, hogy Isten akar szólni hozzánk, Isten akar oltalmazni minket, de kitépjük magunkat az ő karjaiból, csak rohanunk, futunk előre a mi dolgaink után. Hát itt is ez történt, de Isten szeretete és jósága ennél mélyebb volt, és sokkal erősebb, mint az én gyöngeségem. És amikor Tibor megérintett, akkor végre, hosszú idő után ismét azt éreztem, hogy szabad vagyok. Megszűnt a mellkasi szorításom, a testem annyira könnyű lett, mint egy tollú, szinte a legjobb szó rá az, hogy lebegtem. Egyszerűen nagyon pihekönnyűnek éreztem magam. De akkor jött a szembesülés azzal, hogy létezik Isten. És akkor, ó, mi lesz velem, hiszen annyira bűnös vagyok, és a belsőm csak úgy jajgatott, és a két testvérem jutott eszembe. És tudom, hogy főjajgattam, hogy jaj annak, aki nem hisz Istenben. Én annyira sírtam ennél a szembesülésnél, hogy szinte mondhatom, hogy taknyom nyálam egyben volt. De amikor Jézus jött és megérintett, akkor eltöltött az a békesség, az a nyugalom, és az a remény sugár betöltötte a szívemet, hogy van remény Jézus Krisztusban, aki meghalt az én bűneimért. És ekkor Tibor azt mondta, hogy kérlek szépen, álljál föl, majd guggoljál le. Én ezt meg is tettem, és amikor guggolok le, állok föl, és ismétlem ezt a gyakorlatot, vagy háromszor, mert hogy nem jött, hogy elhiggyem, akkor szembesültem azzal, hogy nekem nem fáj a gátvágásom. Tudom, a férjem is Istennek hála szemtanúja volt ennek. Mai napig a tekintetét látom magam előtt, hordozóban tartotta a Kristófunkat, és én csak futtam oda, szaladtam hozzá, és mondtam, tényleg nem fájt, meggyógyult. És ez volt az a pont az életünkben, amikor Istennel találkoztunk. Isten nagyon jóságos volt hozzánk, mert a férjem is szemtanúja volt. Ezáltal nem külön utakon jártunk és kerestük Isten kegyelmét, hanem közösen. Hogyha elmentem virasztásra vagy templomba, akkor sose kaptam azt, hogy miért mész. Maximálisan támogatott ebben a feladatban, ezen az úton. Isten elkezdett formálni minket, bejött az életünkben a közös ima, elvégeztem én a Szentlélek szemináriumot, amit később majd a férjem is elvégzett, és ezután született még két lányunk, Panka lányom és Zora lányunk. Az ő születésük az már másabb történet, mivel itt már ismertük az Istent, élő kapcsolatunk volt vele. Tudtunk férjemmel egymásra hagyatkozni, tudtunk közösen imádkozni és kérni. Zora esetében már megjelent a két tesó is, tehát négyen tudtunk fordulni az Atyához. Panka lányomat Jézus Krisztus nevében fájdalommentesen szültem. Zora lányomat is csodálatos volt. 8 centis tágulásig. Az utolsó 10 méterben gyorsultak föl a feladatok, de ezt kértük az Úr Jézustól, hiszen, hogyha nem gyorsult volna föl, akkor antibiotikumos kezelést kellett volna kapjunk. De Istennek hála, az ő kegyelméért minden csodálatos volt. A mindennapjainkban törekszünk a közös imára, ami csak esténként valósul meg, vagy
elő szokott fordulni, hogy az autóban, mikor tartunk az iskola fele, akkor mondjuk a szívem első gondolatja hozzád szállt föl, Istenem. Igyekszünk reggel megáldani egymást. Van, hogy a gyerekek is olyan aranyosak, amikor szállnak ki az autóból, akkor oda jönnek és mondják, anya is keresztet rajzolnak a homlokomra. Igyekszek napi szentmisén részt venni, és a napi rózsafűzérbe kapaszkodni. Tudom, hogy nem vagyunk tökéletes család. Minden, ami tökéletes bennünk, az maga Jézus Krisztus. De nagyon törekszünk, és próbálunk törekedni a jóra, mert ismerjük az Istent, és sokat kaptunk tőle, és sokért lehetünk hálások. Én megköszönöm, hogy meghallgattatok engemet, most átadom a szót férjemnek is, hogy ne csak én beszéljek, mint általában. Hát igen, nagyjából, amit elmesélt a feleségem, ahogy indultunk, ahogy megéljük a napjainkat. Ugye Istennek hála, hogy megajándékozott 3 szép egészséges gyermekkel. Próbáljuk átadni nekik is a Jóistennek a napi érintését, napi kegyelmét, a szeretetét. Ugye, mert én is, mint fiatal gyermek, az volt a vágyam, az álmom, hogy legalább egy első ligás mérkőzést játszhassak, ugye focista szerettem volna lenni. És ezt a kegyelmet a Jóistentől megkaptam, és ugye nem egyet, hanem többet sikerült a pályán töltenem. Én nagyon szép karriert futottam be. Hála neki, mert mondhatom, hogy a semmiből indultam, és fölemelt, nagyon fölemelt, és mondhatom, hogy a székely gyerekből, egy székely gyerekből Románia területén lett egy olyan focista, akire felnézett, és felnéz sok gyerek, sok felnőtt. Úgyhogy én a mindennapjaimban hálás vagyok neki, mindenem, ami van, családom, házam, autónk, minden, amit megadott nékünk, ugye nélküle nekem is az a mottom, hogy Istennel minden lehetséges, de nélküle lehetetlen. Úgyhogy én is arra támogatok mindenkit, hogy mindenki a napjaiban, minden saját lépteiben csak a Jóistennel induljon el, mert Isten nélkül lehetetlen. És biztos, aki szívből kéri, és mondhatom azt, hogy mindent beletesz abba az imába, akkor biztos, hogy Jóisten fogja azt teljesíteni. Úgyhogy én is hálát adok még egyszer a Jóistennek, hogy egy ilyen szép családom van. Hálát adok minden apáért, hiszen ugye az apa, mondhatjuk, az oszlopos tagja a családnak. Ők akikre fel kell nézzenek a gyerekek, őkkel, ahogy mondják, eltartsák a családot, és őkkel minden előtt kiálljanak a családjukért, a szeretteljükért, és őkkel igenis bebizonyítsák, hogy kell az életben bizonyítani, hogy kell az életet megélni, hogy valakik legyünk ebben a társadalomban. Nem könnyű biztos a mai világban, ebben a társadalomban Istennel megélni, Istent megvallani, hiszen tudjuk, hogy milyen nehezen mondjuk ki, úgyhogy igenis bízok Istenbe, igenis szeretem Istent, hiszen sokszor szégyeljük. Sajnos, amit tiszta szívből ki kéne mondjunk mindenki, és tiszta szívből el kéne meséljük, el kéne mondjuk, hogy igenis, hogy miért, honnan jöttünk, és hova jutottunk. Bárki biztos, hogy rajtamon kívül is, és mindenkinek a Jóisten az életében van, csak attól függ, hogy mennyire tudjuk befogadni.
támogatok még egyszer mondom mindenkit, hogy ha nem is idáig, ezentúl próbálja meg, hiszen ahogy mondtam, Istennel minden lehetséges. Én is köszönöm. Panka, te szeretnél valamit mondani, megosztani az életedből? Hát én hálát adok azért Istennek, mert voltunk Csíksomjón a Mária szobornál, és ott azt kértem, hogy legyen egy kis testvérem, és rá két hétre kaptam a hírt édesanyámtól, hogy jön egy kis tesó, és ezért nagyon-nagyon örültem. És hálát adok Istennek a szülőkért, hogy szeretetben, békességben tudják nevelni gyermekeiket. Köszönöm. Kristóf, te szeretnél megosztani valamit? Én hálát adok azért, hogy tavaly karácsonykor Jézusnak és Istennek a karácsonyi levelembe leírtam azt, hogy az OSK nyerje meg a román kupát, és ezt meg is kaptuk májusban. Amen. Amen. Mert szívükért szeretnél imádkozni? Istenem, áld meg a nagyszülőket hosszú életben, boldogságban, egészségben. Amen. 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 Drága Jézusom, én az anyákat hozom elődbe. Tudod jól, hogy mi is oroszlán részt vállalunk a család mindennapjaiban. Kérünk szépen téged, hogy áldjál meg minket, töredelmes, nyugodt szívvel. Adjál békességet a mi szívünkben. Adjál bölcsességet, hogy gyermekeinket a te akaratod és a te szereteted szerint neveljük. Segítsél meg minket, mikor megfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk fölött. Áldjál meg minket, hogy igent tudjunk mondani minden egyes életre, és hogy szeretettel, örömmel fogadjuk, hiszen minden egyes élet a te ajándékod. És sokszor úgy szoktam fogalmazni magamban, hogy kölcsön kaptam őket tőled, hogy ápolgassam, nevelgessem a te dicsőségedre. Segíts meg minket, anyákat, hogy férjeinknek jó feleségeik legyünk, hogy törekedjünk, alázatosak maradni, hogy ne megvívjuk a saját igazságunkat. Én jelen pillanatban sokszor ezzel küzdök, hanem hogy rá tudjunk hagyatkozni, rá tudjunk hivatkozni mindennapjainkban. Drága Szűzanya, kérünk téged is, hogy öleld át a családokat, és különösképpen köszönjük neked, hogy ezen imalánc alkalmával velünk együtt imádkozol. Köszönjük, hogy rád építhetjük ezt az egész imaláncot. Hogy megáldasz minden egyes családot, aki belekapcsolódik ebbe az imaláncba. Köszönöm, Istenem, hogy ezen imalánc alkalmával elődbe hozhatjuk az összes felmenőnket, akik már elhunytak, hogy megáldod őket, és hogy minden, ami bűn és kárhozat az ők életükben, azoktól megszabadítasz minket is, és őket is. Istenem, én köszönöm, hogy külön kegyelem az én életemben, hogy ragaszkodom a tisztító tűzbe szenvedőkért, hogy nagy szeretettel ajánlok föl értük tevékenységeket, dolgokat. Köszönöm, Jézusom, még egyszer, hogy megáldod a szerzeteseket, a papjainkat, hiszen ők is a te nagy családod része. Ők is valamilyen szinten a mi családjainknak is a részesük. Ezért köszönöm, hogy őket is megáldod. Köszönjük, Istenem, a lehetőséget, hogy előtte jöhettünk, hogy róla tehettünk tanúságot, és
Bocsáss meg nekünk gyöngeségeinket is, hogyha csak ennyit tudod szólni a mi szánta rólad, a te igazságod. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elköszönöm tőletek! Az Úr Jézus áldjon benneteket, és tartsatok ki az imában. Amen. Amen. Dicsértessék! Dicsértessék! Tata!